Sziasztok srácok, én Bálna vagyok, és üdvözlök titeket egy újabb fantasztikus videóban, ahol nem mással játszunk, mint a Pokémon Platinum-ma. Folytatjuk ezt a játékot, így van, úgy bizony. Ez nem azt jelenti, hogy a Heart Gold nuzlocke-nak nem állunk neki, de jelen pillanatban a Pokémon Platinum-ra akarok koncentrálni, már pedig azért, mert a negyedik generációval még nem jutottunk túl. Nincs belőle top 10 kedvenc, nincs belőle top 10 legrosszabb Pokémon, és szerintem az a legjobb módja, hogyha minél jobban megismerem ennek a világnak a Pokémonjait, tehát Sinnoh-ról van szó itt elsősorban. Amint látjátok, a gymben vagyok ismét, ugyanis nem találtam meg azt a mentést, ahol legyőzöm ezt a gym leadert, tehát úgy néz ki, hogy megint neki kell feszülnöm. Milyen Pokémonjaink vannak, gyorsan vegyük végig, aztán utána csörgetünk neki, reméljük, megpróbáljuk egyébként kinyírni a gym leadert, meglátjuk, hogy fog menni. Elektromos típusú Luxio, őt Mufasának kereszteltük el, egy Him nemű Tigrincs, aki a Sparkot tudja és a Bite-ot, itt a Bite-nak lesz majd nagy haszna ebben a csatában, Psychic Pokémonok ellen, vagy Ghost Pokémonok ellen, bocsánat, és 30 szinten fog átalakulni, ha minden igaz, Luxray-é. Aztán itt van velünk Hereveréb, aki Staravia-ként egy ideiglenes megoldás a csapatban, Flying és normál típus, Wingetek miatt tartjuk benne, a Double Team is egyébként jó, hogyha éppen bejön. Egyébként azt hiszem, hogy 34-es szinten fog átalakulni. Aztán itt van velünk Vidám Shellos barátunk, Vizi Takony néven, aki egy lány, hát még aranyos kis teknős béka, sima Water típus, azt várjuk, hogy ő is átalakuljon. Azt hiszem, hogy 30-as szinten fog Gastrodonná, aki már egy félig Ground típusú Pokémon, ami brutálisan jó, ugye vegyük csak Mudkip példáját, ahogy szépen ő is eljut egy brutális Ground Water típusú Pokémon, vagy akár ott van Wooper, akivel ugyanezt történik, úgyhogy nagyon nagy szerepe lesz remélhetőleg a végjátszásban. Aztán itt van Makiverem, ugye a kezdőnk, aki egy Monferno jelenleg, ő is hamarosan átalakul majd, hát nem olyan gyorsan, de majd szépen átalakul. Ő egyelőre tűz és fighting move-okat tud már. Nem tudom, hogy később milyen jobb támadást fogok megtanítani neki, de majd ezt is meglátjuk. Aztán itt van Anus Rózsa, aki egy 21-es Badoo. Ő sajnos nem szintlépésnél alakul át, illetve hát nem ilyen formában, tehát nincs egy adott szint, amikor át fog alakulni. Happiness és Daytime. Tehát őt csak nevelgetni kell, lehet, hogy majd egy XP-sert kell neki adni, mert önmagában nem annyira erős. Nincsen egyébként Poison támadása, csak Grass egyelőre, meg ugye van az a, na nem hiszem el, Cut, ami ugye normál move. Akkor itt van végül Szafaládé, nála van az XP serem, akiből hát vagy Espeon csinálunk, vagy megpróbáltuk esetleg Glaceont csinálni ebben a játékban, ez is majd elválik, egyelőre velem még nincsen nagy tervem, csak beraktam a csapatba, hogy legyen, de szerintem király lesz, hogyha ő belül is valamit csinálunk majd a jövőben. Egy kicsit egyébként kiegyensúlyozatlan a csapat, Vizi Takony és Anus Rózsa és Szafaládé is le van maradva, tehát nagyjából 50%-ban gyengébbek a Pokémonjaim, mint kérem, hogy legyenek. Úgyhogy nézzük meg, hogy ezt a brutálisan erős Miss Majors-t le tudjuk-e győzni. Ugyanis ameddig nem győzzük le ezt a gym leadert, addig nem fog tudni tovább haladni a játékban. Úgyhogy nézzük meg, mi történik, srácok. Én úgy vagyok vele, hogy ha nem sikerül, akkor elmegyek grindon és megmutatom nektek újra. De láthatjátok most az első próbálkozásomat. Duskan 24-es, Mufasának nem kéne, hogy gondot jelentsen, ugyan a defense jó ennek a Pokémonnak, de semmiképp se gyors és támadni se nagyon jól tud. Viszont a fél életemet, ez az, flinchel, tehát nagyon fantasztikus. Viszont nem nyomott el rá potiont, amire oda kell figyelnem, mert akkor másra fogja viszont elnyomni. Hauntert szerintem ki tudom ütni mással is. Haunter az mit fog hozni? Biztos ő is Psychic vagy Ghost Move-okat. Hát próbáljuk meg Hereverébe elintézni, ott van az a Wingetek ugye, ami ugye nem annyira hatásos, de talán. Hunternek a fizikálatokat levettük, ez nem tudom mennyire fog se... És egyből elalszunk, vágod? Egyből. Ez a hipnózis. Na jó, rávágok egy Awakening-et, mert jobb ötletem nincs, és hát nem akarjuk, hogy végigaludjuk a csatát. Azt se akarjuk, hogy esetleg valami Dream Eatert, vagy ehhez hasonló dolgot csináljon. Confuse Ray. Hát ebből nem tudom most kigyógyítani, úgyhogy ez nem túl szimpatikus. De cserébe, akkor viszont behozom mondjuk... Most támadni fog az érzésem. Támadni fog, úgyhogy behozom Vizi Taknyot. Nem tudom mi lesz. Talán egy Water Pulse-t meg tudom küldeni.
És megint altat. Megint altat. Ez most nagyon érdekes, és lehet, hogy megint Confuse Ray lesz utána? Nem tudom, gyerekek, nem tudom, de mivel nagyon olcsók itt a status healerek, ezért rá is pakolok egy awakeninget, lehet, hogy nem próbál meg most éppen Confuse Ray-elni. Sucker Punch-ot próbált meg, de szerencsére misszelt. Mivel tudnám én az Accuracy-et talán le tudom venni? Ez talán segíthet. Shadow Claw, ez jó erős. De... Aj, levitét az ability, úgyhogy csak a Water Pass-ot tudom használni, de már be is hozza Miss Mages-t. Már be is hozza. Ez a Water Pass, ez nagyon keveset fog levenni. Ahogy azt én sejtettem. Most mi legyen? Nyírjam ki szegényt. Hát kinyírjuk. Sokat nem tudunk vele amúgy csak kezdeni. Ó, és tud még egyet támadni. Ha más Pokémon behoztam volna, annak lehet volna sok értelme. Most ki fogja őt nyírni, és behozhatjuk Luxiót. Megnézhetjük, hogy egyből meghalunk-e? Csak nem. Tehát ő az egyetlen egy reménysugár itt. Intimidate, az tök jó. Physical attack-ját mondjuk szerintem sokat nem fogunk azzal foglalkozni. De nézzük meg a bite-ot. Confuse Ray. Na, imádkozzunk, imádkozzunk. Ebben a játékban még elég jól működik a Confuse. És use-oltuk a bite-ot. Hú, még egy kell, gyerekek, de valami berry-t használ, és persze, hogy van nála egy Citrus Berry. Ez a játék egyébként nem könnyű. Egyáltalán nem könnyű. Na, hozzuk be akkor Szafaládét, hogy belé vágja, nyomassa a durva támadásokat. És akkor majd remélhetőleg, amikor visszahozzuk a kis barátunkat, akkor nem lesz gond. Na, nézzük meg! Lehet, hogy ő neki nem levitétje van. Confuse Ray-t kapunk megint. Imádja ezt a move-ot az egész csapata. Nem baj, tehát abszolút nem érdekes, hogy Szafaládé van mi lesz. Most a Happiness-ét azt kávé le tudom tolni magasról. Ki is nyírja magát, szegény. Jó, hát ez van. De legalább nem másból vett le. Úgyhogy most akkor gyorsan vissza is pakolom Mufasát. Nem tudom, hogy egyből ki tudom-e ütni, de egy kritikál hites bájtal elég király lenne. Elég király lenne, nézzük, mi történik. Shadowból egyből meghalunk-e? Nem halunk meg egyből. És... Hú, boly. Oké, 26-os Miss Mages-t lerántotta az a bájt. Szerintem még nem is volt kritikál, nem emlékszem. Switcheljük a Pokémon. Az a Haunter van, mert ez a Fránya Haunter. Az biztos, hogy elsőnek hipnózis fog használni. Én legalábbis azt satszolom. Megpróbálunk egy Stun Sport rádobni. Mit szóltok hozzá? Nézzük meg. És Shadow Claw-t használ. És van esélyünk. És misszelünk. Akkor lecseréljük, mert nem akarok sok happiness veszíteni. Elcseréljük Hereverébre, mert ő legalább bírja a sebzést valamennyire. És kapott egy intimidated-et, úgyhogy ez tök jó. Nem tud Ghost Move-ot sem használni, úgyhogy marad a hipnózis. Persze, hát mi más. Következő a Confuse Ray lesz. Hogy legyen ez, gyerekek? Hogy legyen ez? Tudja, hogy Confuse Ray-t használ. Most, hogyha behozok mást, akkor ez biztos, hogy Confuse lesz, de legalább fog tudni támadni. Úgyhogy inkább rakok egy Status Heal-t, vagy valami gyógyítást. Kire is akartam gyógyítást tenni? Fú, kell vennünk mindenképpen healing itemet. Mufasa kap kis gyógyítást. Tessék, itt a Confuse Ray-ünk, nagyszerű. Most nem tudom, hogy ezután mit fog a Haunter benyomni, de én behozok valaki mást. Mondjuk Mufasát. Hát Mufasa biztos, hogy kibír egy ütést. És nézzük, hogy mit kapunk. Még egy Confuse Ray-t? Na? Sucker Punch-ot hoz, Dark Move-ot. Természetesen ezt mi nem szopjuk be. És nem tud hipnózis használni, de Bite-ot mi viszont tudjuk, és majdnem egyből kinyírtuk. Most jön a Potion, az egész biztos. Super Potion-t használ, nem tölti fel teljesen, és nézzük meg, hogy kinyírják-e. Egy darab Bite-tal, az a kis pici élet, ami ott lement, amit nem tudott visszatölteni, az segített minket hozzá a végső győzelemhez. 27-es szintű lett Mufasa. Gyerekek, hát az egyben megvolt ez a gym, látjátok, kis taktikázással, nem voltunk olyan nagyon jó helyzetben, de ki tudtuk trükközni ezt a trénert, úgyhogy megvan a harmadik jelvény, mehetünk tovább a játékban, hidelek és onnan folytatjuk. Ja, de várj, még nézzük meg, hogy ad-e nekünk valami érdekes TM-et ez a tréner néni. Itt a gym badge-ünk, Relic Badge, Fantinának hívták a csajt, ez egy érdekes név, Fampina, és mit kapunk? Na, nézzük.
TM65, semmi, Shadow Claw, Shadow Ball. Shadow Claw, oké. Tök jó, nem tudom, hogy meg tudjuk-e tanítani valakinek, minden esetre a Pokécenter után találkozunk. Nos, itt vagyunk a Pokécenternél, és itt pár dolgot megváltoztattam. Elvettem a Suit Belt Anus Rózsától, és odaadtam Eevee-nek, mert nem akarom, hogy ő kapja, ő nála legyen az XP share, úgyhogy ott látjátok ott a Suit Belt, és az XP share-t odaadtam Anus Rózsának, hogy kicsit szintezzük. Ugye a Suit Belt az azért kell, hogy barátságosabb legyen velünk a Pokémon. Makiveremnél nincs semmi, adtam Oranberryt hármuknak, és nagyjából ennyi a csapat most. Vizi Takony lett az első Pokémon, vele fogunk csatázni, hogyha elénk kerül valaki. Egyelőre én itt nem fogok sima potiont venni, úgyhogy megnézzük majd a következő városba, hogyha tudok-e venni szuper potiont vagy ilyesmit, akkor nem hiszem, hogy olyan nagy, nagyon nehéz csaták lesznek odáig. Ez a Gym Leader az azért durva volt, és vele is viszonylag könnyen elbántunk, de itt van, ki ez? Egom! Ugye azt hiszem, ha jól emlékszem, mi volt a játék elején, aki a szomszédunk volt, vagy valami ehhez hasonló. Valamilyen csatáról beszél, nincsen síránkozás, nincsen várakozás, gyerünk, ja, hogy vele fogok csatázni, az igen, az nice, 4 darab Pokémonja van, na mi volt, ha elver mi? 25-ös Staravia. Ez para, ez viszont para. Mit? Wingeteket fog? Double teamet, na jó. Akkor viszont egyből le kellett volna váltanom Luxio-ra, amit meg is fogunk tenni. Sajnos nem tudja a Shockwave-et, de a Sparkal egyszer eltaláljuk, akkor szerintem ennek annyi. Nézzük, mit hoz. Még egy double team. Wingetek! Oké. Okay. Nem túl effektív, természetesen, mivel hogy ez egy flying move és elektromosak vagyunk. Nézzük, el tudjuk-e találni. Ha eltaláljuk, hát nagyon szuper, hát nagyon szuper vagy. Mufasa egyébként tényleg tünemény, borzasztóan jól küldi. Kevés XP-t kaptunk nagyon, ja, Anus Rózsa kapta persze XP-serből, 4-3 felé osztodott el. Nézzük ezt a ponitát, mivel fogjuk elhegedülni. Természetesen vizitakony lesz az első gondolatom. Talán egy jó Waterpulse. Na, már mindig bejönnek itt a csészes ilyen emlékképek. Polivrat egy Water's Fighting elemű Pokémon. Szóval egy Water Pulse-szal nézzük meg, hogy mennyi életet tudunk elvenni tőle. Én úgy gondolom, hogy nem fog egyből eltűnni. Így van, jól gondoltam. De egy Confused, egy vidám Confused azért benyalt. Na, mit akarsz? Mit? És bejött a tréner, hogy izé bepofázom nekem. Aha, valakire rá kicseréli, a Roséliára kicseréli. Egyértelmű. Jó, oké, és ő kapta a Confuse, hát én beszarom, úristen, milyen pehes ez az Egon, majd mint a szellemírtokban, abban volt még egy Egon nevű tag? Talán abban, igen. De gyorsan átváltok, nincsen szálkikem, úgyhogy jó lesz a tűz is, nekem megfelel teljesen. Úristen, micsoda bal szerencsér van, öcsém? Hát biztos, hogy legyorsulom, ezt figyeljétek, Flame Wheel, pak! És ennyi is volt, Rosieria nagyon sok XP-t ad. Vizi Takony szintet lépett, ennek örülünk. Makiverem is kapott X-t, de Anus Rózsa kapta a legtöbbet. Prinlappal folytatjuk, akkor hát nézzük meg, lehet, hogy le tudom győzni. Kap egy Stun Sport, utána meg Mega Drain. És nagy ötletem nincs. Ugye még nem Steel Type. Ugye ő csak sima... sima volt. Ííí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 
csinálni. Na most a Water vagy Ice, ez bizony nincs a fejembe. Ha Packet hoz, akkor viszont... Biztos, hogy nem Flying. Ki tudom erőszakolni a Wind Hereveréből is szerintem. Nézzük meg! Let's go! Nézzük meg! Metákló, bakker! Hát ez tök jó. Tudja ezt is, akkor lehet, hogy Felix Tiltár, akkor viszont semmit nem fogunk rá sebezni. De, sebeztünk rá. Bubble Beam, bakker! Bakker, ezt a Bubble Beam-et láttátok? Jó, hát Hereveréb akkor ezek szerint fel fogja adni. Egy Wing Attack-re még jók vagyunk. Kritikál hit, gyönyörű. Akkor kivel tudnánk legyorsulni legjobban? Szerintem Luxio-val tudjuk legyorsulni egyedül. Hogy van még valakinek kriketekje? Ez parádés lenne Szafaládéval lecsapni, nézzük. Lehet, bármi lehetséges, gyerekek. Ja, de nincsen kriketek. Bubble Beam. Végünk! Nem akartam ráváltani másra, mert ezt a csatát ezt túl kéne élnünk, úgyhogy a Anus Rózsa életben marad. Az Eevee az most annyira nem fontos szempont. Nekem tehát jobban jönne
szerintem egy erősebb sidekick, mint Espion. Mondjuk Espion nagyon jó attacker, de... Nem tudom, szerintem megpróbáljuk ezt a Glaceon kampányt folytatni, gyerekek. Spark vagy Bite, édes, mindegy, mind a kettő elvégzi a dolgát, de ez szuper effektív, szóval Water type, na ezt megtudtam. Water és Steel már, talán, mindegy, nem érdekelnek a pingvinek, gyerekek, egyáltalán, teljesen túl vagyok rajtuk. Ponytát visszahozza, vízi takony pedig nagyon vidáman fogja neki lőni a vízsugarakat. Fél élete van, vagy mennyi? Jajaja. Na, most akkor mit csinálsz? Mit tud csinálni egy ponita, gyerekek? Tackle, azt. Így van, köszönjem. Szerbusz. És akkor vízi takony kapja az XP-t, meg Anus Rózsa kapja az XP-t. És mindenki nagyon vidám és boldog. Úgy látszik, hogy ennyi volt Egon. Nem okozott komolyabb fejtörés, bár azért pár Pokémonomat rendesen elcsupálta, de csak a gyengébeket szerencsére. Most akkor kell gyógyítgatnom megint? Csak olvasgatom, hogy mit mond. Solacion támba kell majd mennünk, oda fog ő is menni, majd ott találkozunk. Hát kösz, haver, hogy itt elláttad a bajomat. Aha, nézzük csak meg, azért így van. Na akkor hílelek és itt találkozunk. Nos, átjutottam ezen a kis ajtón, úgyhogy lehet, hogy itt, aha. Téner harcok jönnek, következnek. Kicsit belassul a játék egyébként mindig az ilyen overworld nagyobb térben. Ugye gondolom én nem bírja el egy Nvidia GTX 1050 Ti. Ami egyébként nem egy rossz videokártya laptopba főleg, de hát úgy látszik, hogy ez neki is neki gondot jelent. Mármint ennek az emulátornak, egyébként a Desmume 0.9.11-es verziójával nyomom. Nézzük, a Mad Bomb milyen hatással van. Kaptam egy Worry Seedet, ez nagyszerű. És... kritikán hittel se tudtam megoldani. Waffan kúló. És van még három Pokémonja. Szép. Na jól van, már Watersporttal menj az anyádba. Hát sokat érsz vele. De összejött, és a paralízis is hiába volt. 145 XP, összesen volt 290. Picsú, gyerekek. Hát picsú szerintem álmomban is. De nem szedem le a paralízist, mert úgyis... Tehát Sweet Kiss, nem már, ezzel a hülyeséggel jön Confusol, Confuse Paralyze. Oké, akkor viszont leszedjük, de most tuti Thunder Wave lesz a következő. De nem, mert tudja, hogy rajtam van a status, szóval nem fogja ezt nyomni. De hagyjuk már, tehát becserélem valakire, hát ez most miért jó nekem? Miért jó nekem? De csak ő tud Ground Move-ot. Ki az, akire nincs fenyegető hatása? Adunk neki egy frame wheel, gyerekek. Nem fogok én itt feszülni ezen. Tailwhip, jaj. Pichu nagyon... Nagyon gyenge Pokémon. És ezt nem hiszem el. A flame wheel az physical move. De miért? Ha most gondolj bele, hogy valamire ráfújsz, flame wheel, tehát egy tüzet fújsz valakire, akkor azt nem érinted meg, de persze, hát ettől is megkaptam. Egy EV lesz a következő, kap egy megpáncsot. Így természetesen, és még így is elsőként, hiába van rajta paralízis, elsőként ütöttem, ugye ez mindig ilyen priority move. Kettőből kétszer eltaláltam, nem kell itt a paralízissel foglalkozni. Viszont ez az XP-sér, ez nagyon durván veszi le az XP-t. Bonsly olyan, mint Sudowoodo, tehát a rock típus, tehát fogom és megpáncsolom. Vagy Anus Rózsával rálövetek egy Mega Drain-t, vagy egy Bullet Seed-et. Bullet Seed az baromság, Mega Drain lesz ebből. Csak! Na nézzük! Bonsly. Hát nagyon ütőképes a csapata ennek a szerencsétlennek. Azt a mekkorát rám vágott ezzel a flail-el. Durva, hát Anus Rózsa valószínűleg nagyon gyenge. Reméljük, hogy a következő egy-két szintlépésben már meg lesz az a rohadt átalakulás, mert kicsit nyugodtabban lennék. Hát ez borzasztóan elvert minket, azért nézzétek meg, azzal a csapattal, amivel jöttem, jó, nem elvert, csak kaptunk egy pár status move-ot. Gyorsan status hírelek, aztán megyünk bele a fűbe. Na srácok, itt vagyok, folytatódhat tovább a kaland, itt egy pokilabda, de még mielőtt odáig eljutottunk volna, Staravia, hát szerintem skippelem.
Árucsóza 24-es szintre lépett, miután legyőztem ezt a Tereviát. Nem tudom, lesz-e átalakulás? Nem lesz, sajnos még. Mondjuk még van a pokélabdában, egy Great Ball találtam! Még azért egy kicsit nézelődjünk ebben a fűben, talán lesz valami izgalmas. Egy Ralts! Na hát, Szió Pokémonról volt szó. Úgy látszik, ebben a fűben lehet találni Raltsokat. Én megpróbálom elkapni. Oh, Jézusom. Lucky Chant. Nem tudom, mi ez a Lucky Chant. Egy csomó move nekem, egy picit új még. Hát, nem sok esélyt lehet, akkor egy 17-es Pokémont elkapjuk egyből, de próba cseresznye. Benne van, gyerekek, benne van. Én azért meg kicsit járkálni fogok, hogyha találkozom egy fiú ráccal, akkor inkább azt fogom elkapni. Tudjátok, ez a mániám. De adjunk neki nevet, hát ha nem. Cilike, ez lett a neve, tehát ő lesz itt a boxunkban most éppen átvándorolt. Cecilke. Megyek pár kört, aztán jelentem, hogy mi történt. Egyből egy 18-as fiú ráccal találkoztunk. Ugye ebben a generációban Gardevoir az egyetlen tovább lépési lehetőség, illetve hát harmadik. Stát... Jézusom! Tévedtem, ahogy a képen is láthatjátok, 20-as szinten feliratikát kirliálva, majd Dawnstone segítségével a fiú kirliából lehet Galédet csinálni. Ez már egyébként a Pokémon Pearl és Diamond játékok óta lehetséges. Megint Lucky Chant, és nézzük meg, hogy el tudjuk-e kapni egyből. Az előbb sikerült egy pokélabdával, most is sikerülnie kell. 3, 2, 1, bang! Yay! Elkaptuk Ralts-ot! És adjunk neki most már egy nicknevet. Ezt a rácot Uborkának neveztem el, ugyanis az előbb uborkát ettem reggelire. Nem voltam túl kreatív, de szerintem ez a név nagyon-nagyon jól fog menni, passzolni fog hozzá. Úgyhogy én szerintem a csapatban mindenképpen helyet kell neki találni. Akit én elsőre gondoltam, hogy kivehetnénk, az Staravia lenne. Írjátok meg kommentben, mi a véleményetek, illetve azt is írjátok meg, hogy melyik volt a legjobb csata, vagy melyik volt a legjobb pillanat a videóban. Hamarosan találkozunk a következő részben, remélem, hogy élveztétek. Ha igen, akkor nyomjátok egy lájkot, hogyha nem, akkor nyomjátok egy diszlájkot. Találkozunk hamarosan, és ne felejtjétek a legfontosabb dolgot, vegyétek a ceteket.